Az önkormányzati választáson arról dönthettek a lakosok, hogy településünk milyen pályán marad. Szirbus Gábor elmondta, az elmúlt 5 évben nagyon sokat tettek Makó fejlődéséért, melyet a legtöbben el is ismertek. A Fidesz-KDNP 10 évre szóló programja a város további előrehaladását célozta meg. Úgy gondolom, hogy a város jó irányba megy, egységes a város, békés a város és fejlődő pályán van. Kötöttünk egy szövetséget 2014 őszén a magyar kormánnyal és Lázár János országgyűlési képviselőnkkel. Ennek tudható be, úgy gondolom, az a fejlesztések tömkelege a városunkba, amit sikerült már részben megvalósítani, és ami előkészítés alatt van, illetve folyamatban van. A kampányidőszak Szirbus Gábor számára saját bevallása szerint 5 évig tartott, hiszen a 2014. évi választásokat követően minden nap azért dolgozott, hogy ismét el tudja nyerni a választópolgárok bizalmát.